Sziasztok! Hatalmas szeretettel köszöntelek titeket a szerdai frissítésünkben, ahol is egy bizonyos úgynevezett fénylovagláson fogunk részt venni, és kedves Stefanótól, én így hívom, kedves Stefanótól fogunk indulni, és kíváncsi vagyok, hogy mit akar nekünk mondani. Na, újra a nyeregben. Anne von Blissen igazi legenda a Jorvik lovardában, amikor eltűnt, fontos tagunkat vesztettük el. Iszonyatosan boldogok vagyunk, mióta visszatért a lovarda, minden lovassal saját szemével akarja megnézni, hogy Anne jól van, és támogatni akarják. Lehet, hogy a sok rászegeződő szempár miatt, lehet, hogy valami más miatt, de mostanában kicsit hevesen lovagol, mindenki aggódik miatta. Te ugye Anne barátnője vagy. Nos, azt hiszem szüksége lenne egy kis baráti támogatásra. Oké. Okay. Meglátjuk. De most milyen lovon lovagol akkor, hogyha... Ó. Oh. Hoppa! Tudják ám ezek mit kell választani. Oh. Most tényleg Ganymédész, mi a szar? Jól indultál, de most már a saját árnyékodtól is félsz. Hát, lehet. A zene jó. Na, reménytelen vagy. Még egyszer? Gyönyörű. És közben mit motyorászik amúgy? Ó, oh, hello Beatrice. Hát, szia. Miért vágsz ilyen fejet? Azt itt tető bezárkózom a szobámba, hogy a múlton aggódjak? A lovaglás jelenti a világot. Ha nem jönök újra nyerekbe, Darko nyer. Ha egyre ezt mondogatom magamnak, előbb vagy utóbb el is hiszem, ugye? Most nem mehetek veledélbe. A druidák, meg mindenki, az egész tiszta folytogató. Muszáj valamire koncentrálnom. Valami másra azon kívül, hogy megpróbálom kitalálni, hány darabkára vágom Darkót, amikor végre a kezeim közé kapom. Ez kemény. Na, versenyezni kük. Menjél már, dicsak buksi. Akkor lehet még meg lesz a izé. A 15-ös szint a lovagnak. Azon gondolkodok, hogy ma azért befejezném. Hány mód van rá? De ezt meglátjuk. Merre kell menni? Jó a zene amúgy. Ezt azért aláírom. Aha, hogy arra kell menni, jó van. Hagyjál meg. Csalóka ez az egész, csalóka. Ezt már nem is látom. Kicsit lehagytam, úgy tűnt. Vagy el is tűnt, az a valószínű mondjuk. Hogy megcsinálták a negyed pályáig, csináltak vele kb. 4-5 lépést, és akkor utána ő láthatatlanná válik, és elteleportál. Az igen, QC117 Grindel Race Name. Hát, ez nagyon jó. Jaj, de jó. De jó. Gyorsabban, Ganymédész, ne fogd vissza magad. Gyorsabban, te gyávaság. Nyugalom, Anne. Miért nem hagytok már békén? Mert egy testvériséghez tartozom. Igen? Örökre. Rendben. Te is megbeálltisz és kikapnátok tőlem, ha velem lenne Concord. Ha, biztos vagyok benne. Hajd Anne-re, hadd kezelje a nehéz dolgokat versenyként, ezért is szeretjük.
Mielőtt megjelentél Jorvikon, a léleklovasok egyre távolodtak egymástól. Em megmentése újra összehozott minket, de én még mindig úgy érzem, hogy fényévekre vagyunk egymástól. A sors hozott össze minket, de nem váltunk egyből barátokká. Igazad van, a saját magunknak kellett megoldanunk. Elég észszerűtlen voltam az elején, nem? Kicsit, mint Ganymédész itt. Bárcsak olyan egyszerű lenne mindent megosztani egy emberrel, mint amilyen könnyű magamat adni, amikor egy lóval vagyok. Biztos őrültségnek hangzik. Pontosan tudom, hogy érzel, nem őrültség, a barátság nehéz dolog, oké, ráthagyom. Legyen az első. Pontosan tudom, hogy érzed. Haha, nekünk lovas lányoknak össze kell tartanunk. Erre jut eszembe. Tudod, mikor érkeztem először? Ja, éreztem először úgy, hogy mi négyen igazi testvériségé váltunk. A fénylovagláskor? Igen, és újra elérkezett az az évszak. Mi az a fénylovagás? Ó, néha elfelejtem, hogy nem laksz olyan régóta Jorvikon, mint mi. Egy jorviki hagyomány, az Éden Fesztivál idején mindenki kilovagol a Golden Hill völgy melletti erdőbe éjszaka, hogy az Istennő áldásában részesüljön. Mindenképp újra végig kellene csinálnunk ezt a lovaglást, újra együtt a fénylovaglást találkozom. És most Beatrice is csatlakozhat hozzánk. Mit gondolsz? Benne vagyok. Én is, szükségem van erre, mindannyiunknak. Annyira izgatott vagyok, hogy együtt menjünk a fénylovaglásra. Az esemény ma kezdődik a Golden Leaf istállóban. Akár írhatnék egy SMS-t is a többieknek, de ez elég különleges esemény, amely megérdemli, hogy kicsit személyesebb legyen. Beatrice, szólnál Lindának és Alexnek? Ha persze, hogy én menjek! Szerintem Linda otthon van Jarlaheimben a lakásában. Felismered majd, amint meglátod. Csak keresd azt a házat, amelyik előtt egy zsémbe sárga öreg ló legelészik. És ha látod Concordot, mondd meg neki is, hogy a megjelenés kötelező. Oké. Akkor visszamegyünk. Itt meg mászik közben a büdös bogár. Mászik a büdös bogár az asztalon. Marhára idegesítő. Azt kell, hogy mondjam. Egyébként valamit ugye spoilereztek itt a következő hetekre. És ahogy a borítóképet elnéztem, új Tinker pacik jönnek majd valamikor, hát kíváncsi leszek. A régi animációs Tinkerek nem igazán jöttek be, bár azt azért hozzá kell tennem, hogy így a képről, amiket láttam, ugye egy-két színvariációval azért már sikerült találkoznom így a Facebookon, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól néznek ki, tehát tetszik a mintájuk. Örülnék egy hasonló Tinkernek, mint a Clydesdale. Nem az, amit én vettem, hanem a másik, amelyiknek a pocakján van egy ilyen fehér kis folt. Úgyhogy remélem, hogy lesz. Na, hol vagy, Linda? Neki megyek itt mindenek már. Hova megyek? Ott van-e? Itten van! Okés. Köszönöm, hogy beugrottál, Beatrice. Ha Lindával akarsz találkozni, nyugodtan hagyd Bumblebee barátodat velem, meg Concorda. Mindenkinek jut elég fű. Természetesen, ha hoztál magad a almát, azon szívesen megosztozunk. Hoztam, de nem kapsz. Már nem tudok adni. Ami milyen jó lenne már, hogyha lehetne etetni az összes lovat Jorvikon. Te csak így, nem tudom, ilyen... Akkor már több értelme lenne ezeknek az almáknak, meg az ilyeneknek. Nem tudom én. Azt a tényleg milyen dagat vagy, te jó ég. Meteor. Linda benn van, szóltam neki, hogy jössz. Nyugodtan engedd be magadat. Engedd be magadat. Ez kemény. Egy kicsit nosztalgiázok, előszedtem a régebbi szetteket. Hogy kicsit... Mert ugye hát már itt a téli időszak, úgymond. Úgyhogy én is a karakteremet átformáltam egy kicsit téliesre. Hoppá! Ennyi! Ennyi a szobád? Most ez komoly? Se konyha, se vécé? Az pisíni hova mész? A fűre? Beatrice, milyen kedves tőled, hogy benéztél. Üdvözöllek a kis odumban. Hát ez tényleg egy kis odu. Na majd körülnézünk itt egy kicsit. Még soha nem voltál a szobámban, ugye? A lakást a nagynénémmel és a macskámmal, Mistyvel osztom meg. Nézd körül, ha szeretnél. Hát körül is nézek. Knights of Unistria. Imádom az unisztriai lovagokat. Melyik a kedvenced közülük? Én Pörnek drukkolok. Én nem tudom. Ott van Cantarella is. Amúgy. Ez mi?
Mindkét szülőm Oxfordban tanít. Szeretnék, ha ott tanulnék tovább, de most még nem nagyon tudok erről gondolkozni. Roxford! Roxford. Van itt minden. Ez mi? Az első díjugrató díjam. Szeretem látni, mert arra emlékeztet, hogy a kemény munka meghozhatja a gyümölcsét. Ah, de ez négy. Nem? Vagy mindegyik más? Na mindegy. Erre nem fogok rájönni szerintem mostanság. Az ott a Pine Hill birtok, Mr. Sands magánbirtoka. A legrémisztőbb hely, ahol valaha is voltam. Még az üstlápnál is rémisztőbb. Hát, igen. Ki emlékszik a második részre a Starshine-ból? Ó, oh, a családom. Anya, apa, Nani meg én. Elég kis család vagyunk, kivéve ha az unokatestvéreket is beleszámolod, a családi összejövetelek Angliában néha igazi cirkusszá válnak. Ennyi? Nem, még itt van. A családom Punjabi. Még kis pis is voltam, amikor elhagytuk Pakisztánt. A családom nagy része most Angliában lakik. Anya meg apa voltak a bolondok, akik Yorkba emigráltak, legalábbis addig, amíg el nem kezdtem a középsulit. Aha. Oké, kész vagyok. De a Pine Hill birtok nem ijeszt meg többé. Beatrice, elárulhatok egy titkot? Valamit, amit még a többi léletlovasnak sem mondtam el? Hát persze én vagyok az egyetlen, akivel mindent megosztanak, pedig már jóval korábban ismerték egymást. Nem hiszek a szörnyekben. Persze, hogy nem. Ki vagy te és mit csináltál Lindával? Ah, ez jó lesz. Oké, adok egy kis háttérinfót. Végül is állandóan furcsa teremtményekbe botlunk. Azt akarom mondani, nem hiszem, hogy a világ fekete is fehér. Senki nem velejéig romlott, még Mr. Sands sem. Amikor ott voltam a Pine Hill birtokon, megismertem a szörnyetek mögötti ember történetét. Még sokkal azelőtt, hogy megalapította volna a Dark Court, több mint 100 évvel ezelőtt John Sands csak egy fiatalember volt, aki őrülten szerelmes volt álmai nőjébe. Rosalindának hívták. Ő jelentette a világot Johnnak. Rosalinda imádta a könyveket, sokat kérdezett. Szívesen találkoztam volna vele. Sajnos azonban a kortársai nem szerették túlzottan az eszes lányokat, akik az élet titkainak kérdéseire keresik a választ. Rosalindát boszorkánként mággyán égette el egy hatodik pörölyként ismert csoport. Mr. Sands szíve összetört, és Rosalinda halála által hagyott űrbe beengedte Garnokot a szívébe. Nem mintha ez felmenteni Mr. Sands-et mindazok alól, amit Garnok iránti megszállottsága miatt tett, de valahogy nem tudom rávenni magam, hogy gyűlöljem. Ez nagyon érett perspektíva, naív vagy, a szörnyek igenis léteznek, és még is meg kell állítanunk őket. Azt soha nem mondtam, hogy nem kellene megállítanunk. Tudod, mindegy is, felejtsd el, hogy egyáltalán említettem. Elrontottam az esélyeimet, pedig nem is erre akartam rámenni. Mindegy, és gondolom nem azért lovagoltál el egészen Jarlaheimig, hogy Mr. Sands szomorú történetét halld. Mi áradban vagy itt ma? Szóval Lisa Megan szeretnének egy fénylovaglás találkozót tartani? Rám számíthatsz, nem mintha szükségem lenne egy különleges eseményre ahhoz, hogy rábeszéljetek egy lovaglásra a barátaimmal, különösen a Golden Hill völgyben az évnek ebben a szakában. Bárcsak jobban terveztem volna előre, akkor felvehettem volna a hagyományos Jorviki lovagló ruhámat. Sokan régi módi ruhában öltöznek a fénylovaglásra, legalábbis régen így tettek. A következőnek Alexet szeretnéd meghívni, említett, hogy rá akart nézni az öcsére a Pinta erődben. Ölelges meg Peanut polgármestert a nevemben. Találkozunk a Golden Leaf istállóban. Elrontottam, de remélem nem is volt több. Vagyis hát reménykedem benne, hogy nem volt már több dialógus. De hát, ja. Félre nyomtam, pedig nem arra akartam, hogy Linda naív, és meg kell állítanunk a szörnyeket. Na mindegy. Átnézünk Pinta erődbe, hát ha megtaláljuk Alexet is. Azon szoktam néha csodálkozni, mikor így lószállítózok, bár nem tudom mennyit fogtok belőlem most így hallani. Hát ez nem igaz már, mi ez? Ez annyira idegesít, és ez nem csak ilyenkor játssza el. Na ez is annyira, de annyira rohadtul hangos. Beleövölt a képembe, pedig nincsen szerintem maxra fölhúzva az a rohadt hangerő. És nem tudom, hogy miért ilyen hangos, a többi effekt az ehhez képest kutyának a kukija, vagy nem tudom már mit mondjak rá. Ez kegyetlen. Nem jött be? Nem figyeltem, lehet itt annak a... Ott te! Szóval ez idegesítő. Nagyon idegesítő. Hé, pizza futár! Te nem a pizzafutár vagy. Nem mondod. Megérkezett már a pizza?
Nem, csak Beatrice az. Ugye nem dolgozott titokban a Pizza Pony futárként, Beatrice? Futáraként. Az tisztára a profilodba. Az tisztára a profilodba vágna. Mit akarsz ezzel mondani? Nem, de ha új futárokat keresek, szívesen jelentkezem. Hát nem. Mit akarsz ezzel mondani? Nyugi, csak vicceltem. Csak mert sok fura alkalmi munkát elvállalsz, és ha már a fura alkalmi munkákról beszélünk, azt nem mondta, hogy valami sürgős druida krízis miatt jöttél ide. Ha csak Avalon szó szerint ki nem gyulladt megint. Azt hiszem, az édenőrzői tudják tartani a frontot nélkülem is még egy kicsit. Semmi nem gyulladt ki, már amiről tudok, azt hiszem. Megint? Mondjuk azt, hogy jobb, ha távol tartjuk a gyertyákat a druida köpenytől. Szóval miért jöttél el ide? A többi léleklovas egy fénylovaglás találkozott tervez. Fénylovaglás? Hát már megint itt az idő rá, mi? Én abszolút szívesen csatlakoznék hozzátok, de nem tudom, el tudom-e rángatni Tinkent Peanut polgármestertől. Nagyon cuki párt alkotnak, nem gondolod? Polgármesterként megparancsolom, hogy rázd a patád és rúgd fel a port. Táncolj, paraszt! Kész, menjünk a fénylovaglásra, Alex. Ha még egy percig itt maradunk, nem állok jót magamért, még a végén megharapom az öcsédet. El a fogakkal tőlem, mármint a miniszteremtől. Biztonságiak, biztonságiak! Ez de rossz! Akkor fénylovaglás, de csak a pizza után. A fénylovaglás ugye a Gold Elif istálónál kezdődik. Tinkennel ott csatlakozunk majd hozzátok. Amit ki tudom szabadítani a kisöcsémet Tinken szájából. Király lesz, az első fénylovaglásod. Csak várd ki, amíg megtalálod Jorlangját. Beatrice, az sorsfordító. Oké. Már el is tűnt. Na, hát akkor már csak a Gold Elif lovarda van hátra. Aranylevél gyülekező. Na, kíváncsi leszek erre igazából. Hogyha ez is valami hasonló lesz, mint az a... Nem a megemlékezés, hanem az a piros fonal tököm tudja mi, akkor annyira nem valószínű, hogy tetszeni fog. De egyébként pont arra gondoltam, még a végével beszéltünk róla, majd hogyha elkezdődik az a lovaglós téma, közben elmondom a teóriámat ezzel kapcsolatban. Hú, Liza, hogy állt a jó Isten, mint a feszület. Úgy látszik itt az egész banda. Alig várom, hogy újra végigcsináljam a fénylovaglást. Remek lesz. Ria, ott valami csillogott. Csinálok egy izét, egy selfit, így. Na, most esetleg a büdös bogár. Na mindegy. Na, megvárom, amíg a drága lovan befejezi a legelészést. Legalábbis tudnék neki örülni, hogyha így. Na, hogyan legyen, hogy mindenki bele kerüljön. Hát, ez így nehéz. És hogyha mondjuk így lesz, azon nem tudom annyira kihúzni. Hát, egyfene jó lesz így. De azért még csinálok. Az a biztos, hogyha csinálok. De ez mindig zabál! Na jó van. Várjunk csak, valaki hiányzik. Kutasd át az aranylevél szigetet a kis Concordért. Hol van Concord? Ő nem jött? De, velem is meteorral jött. Soha nem hagynánk hátra. Remek, tudtam, hogy a Gyorbik lovardában kellett volna hagynunk. Ez nem Csikónak való hely. De ő nem közönséges Csikó, hanem Starbreed, a léleklovaden. Ugye még mindig érzed azt a köteléket, ami akkor alakult ki köztetek, amikor a sors összehozott titeket, ugye? Én nem is tudom. Lehet, hogy jobb lenne, ha nem érezném. Lehet, hogy azért szaladt el, mert ő nem érez semmit. Sokkal nagyobb hasznom lenne, ha arra koncentrálnék, hogy Ganymédesszel alakítsak ki köteléket. Ne mondj ilyet! Még ne! Legalább fejezzük be a lovaglást. Talán Aiden ad majd útmutatót. Rendben, de először még meg kell találnunk a kis bajkeverőt. Csak a csődön magyarulj után. Na merre menjek, hogy rövidebb legyen? Hát, elindulok erre, aztán majd meglátjuk, hogy hol lyukadunk ki. Concord, merre vagy? Hol vagy? Cic, cic, gyere! Ó, itt vagy! Meg vagy! Hogy te közben mész? Ez gyönyörű, nem is ment, hanem csúszott. Na! Na, gyere, Mó! Gyere! Gyere, mert el leszünk verve, te is, meg én is. Én
Ja. Akkor ezért nem találtam én az utat. Mentünk volna kerülővel inkább. Na, hát itt vagy. Bárcsak tudnám, mi játszódik le abban a kis borzas fejedben. Na. Merre kell menni? Úgy. Köszönöm, hogy segítettél megtalálni Concordot. Hát nagyon szívesen, mert én csináltam az egészet. Ugye még nem voltál egy fénylovaglásos ember, Beatrice. Más újoncokat is látok, és elég sok veteránt a régi lovaglásokról. Jó van. És most mindenkivel beszélgetnem kell? Nagyon jó. Örülök neki. Hogy mit gondolok a fénylovaglásról? Az éden legendák szórakoztató történetek a tábortűz mellett. Ez nem elég? Akár hiszel a legendákban, akár nem, a rónakövek és bevésések az ösvény mentén védett régészeti lelőhelyek. Csak patanyomokat hagy, és csak emlékeket vigyél magaddal. Szerinted éden ajándéka csak lovakra vagy teherautókra is? Csak lovakra vagy teherautókra is vonatkozik. Jé. Fele se tudja. De ki van még itt? Aha! Aha! Ti is meggyüttetek. Itt a kis póni is. Régen kételkedtem abban, hogy Éden ajándéka valódi, de aztán rátaláltam Madira. Soha senki nem értett még úgy meg, mint ő. Szírióval még azelőtt kialakítottuk a kötelékünket, hogy Jorvikra érkeztünk. Ha Éden ajándéka több, mint mítosz, nem csupán Jorvikban működik. Nagyon érdekel Jorlángja. Mindenki, aki már végig lovagolt ezen, azt mondja, hogy a megtalálás a sorsfordító tapasztalat. Nem nagyon izgatnak a tündérmesék, de szeretek a barátaimmal a tereplovas ösvényeken járni, és a Golden Hill bölgyben vannak a legjobbak. Oké, okay, akkor van még egy Loretta és egy Ten párosok. Hoppá, még ott vannak hátul a bulldogsos csajok. Azt hiszem. Persze, hogy hiszek az Éden legendában, de nem a tenger felől érkezett. Egy ufón jött ide, ami lezuhant a szigeten? A kormány nem akarja, hogy ezt tudjuk, de én tudom, hogy ez az igazság. A saját két szememmel láttam az ufót. Hallottál a jövő emlékeiről, ugye? Ősi földön kívüliek, lovakkal. Ennyi. Imádom a fénylovaglást. Régen mindig hagyományos ruhákba öltöztem, de manapság úgy tűnik senki nem kerül ahhoz megfelelő hangulatba. De még a jelmezek nélkül is az egyik kedvenc eseményem az évben. Okés. És akkor még Lorettáik vannak hátra. Justin, nem jött el, borzasztó. Vagy de? Nem. Na, hogy hiszek-e a legendákba? Haha, most tényleg, Beatrice. Csak is kizárólag azért csinálom végig a fénylovaglást, mert azok a lányok, akik végig mennek rajta, kétszer olyan esélyesek arra, hogy a döntőbe kerüljenek a díjlovagló versenyen. Ez nem hókusz-pókusz, hanem tudomány. Hiszek benne. Nem gondolom, hogy mi valaha is megérthetnénk az istennőt, de hiszek benne. Már kétszer végigcsináltam a fénylovaglást, és ugyan szeretnék benne hinni, de soha nem történt velem semmi misztikus. Szerinted ma végre meghalom Éden moraját? Nem tudom, majd kiderül. Na. Elindulhatunk végre? Remek, visszajöttél. A lovaglás hamarosan kezdődik, de először is a ceremóniamester pár szót szól a hagyományról. Vajon ki lesz az idei előadó? Nézd! Linda lesz. Herman! Herman, te vagy az! Köszönjük Karinnak, hogy a lovaglás előtti ünnepséget megrendezte itt a Golden Leaf istállóban. És köszönjük barátainknak, a Jorvik járőröktől, hogy biztonságunkról gondoskodnak ma este. Szóval a fénylovaglás. Mindannyian hallottuk az Édenről szóló történeteket, hogyan hozta magával Jorlángját, hogy életet leheljen ebbe a hideg szigetbe. Egyesek azt beszélik, hogy pont itt lépett először partra. Akár hiszünk a régi mítoszokban, akár nem, anélkül nem tudunk végig lovagolni ezeken az ösvényeken, hogy valami ősi és gyönyörű jelenlétét ne éreznénk magunk körül. Természetesen Éden legfontosabb hagyatéka az ajándéka. Az a kötelék ló és lovasa között, amely semmihez nem fogható a természetes világban. Az a kötelék, amely több, mint a fajok közötti megértés. Legtisztább formájában azt jelenti, hogy két lélek tökéletes harmóniában kapcsolódik össze. A világ többi részén kinevetik Jorvikot és bolond ló őrültjeit. Az a kötelék, az csak a fejetekben van, mondják. De mi tudjuk, hogy nem csak a fejünkben van. Itt van, a szívünkben, és tudjuk, hogy nem tündérmese. Ma, ahogy végig sétáltok a fénylovaglás alatt az ösvényen, amely Éden Jorvikra való érkezését ünnepli, elmélkedjetek arról, mit jelent számotokra az ajándéka. A kötelék erőt ad, fénye reményt, ez Éden hagyatéka. Ti mit kezdtek vele? Na, ennyi értelmetlen makogás elég is ettől a vén faszon. Fazontól, majd azt olvastam, hogy ettől a vén fasztól, jó isten.
A mai lovaglás értetek van, lányok. Érezzétek jól magatokat, vigyázzatok magatokra, és Éden világítsa be utatokat. Na jó Isten! Ujjajajaj. Hé, beszélhetnénk egy percre? Mielőtt neki kezdünk, beszélhetnénk egy percre, fontos, beszél Lindával az álmára. Linda, Beatrice, ti jöttök, vagy mi van? Nyugodtan lovagoljatok előre, Beatrice meg én majd utolérünk titeket. Hát jó, már előre félek, hogy mi fog a nincsen történik. Miután elmentél tőlem, látomásom volt, erről a lovaglásról. Csak semmi spoiler. Miféle látomás? Furcsa volt, láttalak, csak hogy nem te voltál az. Én, de mégsem én. Tudom, hogy furcsán hangzik. A látomások ritkán olyan tiszták, mint szeretnék. Jaj, ezt tudni kikopizták a harmadik részből, hogy ennek a vizét, a fényképekhez hárnyai voltak, meg aura, meg a tököm. De tudom olyan biztosan, mint azt, hogy a nap keleten kell fel, hogy hatalmas veszélyben vagy. Mi? Hallgasd a visszhangot. Mi van? Túl sok időt töltesz, Idris. Ez pontosan mit jelent? Nem tudom, ez az üzenet, amit nem teljesen, te át akart adni rajtam keresztül. Bízom benne, hogy megérted, mit jelent, amint elérkezik rá az idő. Te jó Isten! Csak óvatosan, oké? Ez sorsfordító fénylovaglás lesz, különösen neked. Hát köszi, mondjál még ilyeneket, el se indulok akkor. Utól kéne érnünk a többieket, az ösvény a vizen túl kezdődik, kövess engem. Én kövesselek téged, amikor olyan lassú vagy, mint egy csiga? De jó Isten, hát mi ez a történet szállat? Hát jó, hogy már nem nyírnak ki. Úristen. Jézusom, Éden emelkedője. És most merre kell menni? Erre? Linda, merre kell menni? Fordulj már, hogy jó fejjel jöttem. Te jó Isten, hát mi ez a creepy izé? Hát, ha ezt tudom, nem is jövök. Na, gyerünk. Örülök neki, hogy a mókamesterek végre megtisztelnek minket a jelenlétükkel. Készülj fel, Beatrice, utunk hosszú és tele van iszonyattal. Csak viccelek, csak fel kell lovagolnunk a dombra az első megállóhoz. Na, de nem baj, legalább meg lesz a szintlépés. Na, szóval, hogyha egyéb más szöveg nincsen, akkor cukiságból lovagolok velük, és addig elmondom. Hát persze, hogy nem szöveg nélkül. Annyira örülök, hogy újra végigcsináltam ezt a lovaglást veletek, és még Beatrice is velünk tart, úgyhogy sokkal jobb. Most ez mi? Ez igaz, ez mi? Nos, nem mintha komplikálni akartam volna a dolgokat, akkor még azt se tudtuk, hogy léleklovasok vagyunk. Normális a magad nevében vagy. Nem is tudom végigolvasni! Bakker! Mindegy, is örülök, hogy hárman rávettetek a veletek. Jó, ezt én nem olvasom végig. Hát, ez lehetetlenség. Szóval, az én teóriám az, hogy én például örülnék neki, pont most beszéltünk róla, te nem először találkoztál velünk, de kifejezetten. Tehát, olyan jó lenne, hogyha a későbbiekben csinálnának olyan részt, vagy ugye Lindának vannak látomásai, meg minden, és tudom, hogy túl sok krimit nézek, de én örülnék neki, hogyha lenne benne egy olyan rész, közben csinálok képeket, én örülnék neki, ha lenne benne egy olyan rész, amiben kikutatjuk, hogy végül is Ennel és Lizával mi a fene történt. Mármint, hogy elmegyünk egy olyan helyszínre, ahol ők akkor voltak, amikor elkapták őket, és akkor megtudnánk, hogy mégis mi történt úgy velük. Tehát, hogy így kiderülne a történet, hogy most pontosan igazából mi is volt. Tehát, hogy elmegyünk, és akkor ilyen, nekünk is lesznek ilyen látomásaink, vagy Lindának lesznek látomása és elmesélés, akkor ilyen kis filmekben meg tudjuk nézni, hogy egyáltalán mi a fene is ez. Engem érdekelne egyébként, kifejezetten tetszene a dolog. Azt kell mondjam. Na, itt próbálok valami normális selfit csinálni, de ahogy elnézem, nem igazán fog ez nekem összejönni. Ahogy tök jó, hogy nem megy egyik lóse, de nekem azért megvan a izé.
Na, így. Messze vagyunk? Vagy eljátszom a Shrek-et? Ott vagyunk már? Én miért állok meg ott? Én miért nem mehetek oda? Belesüppesz társáin a betonba? Vagy ezekbe a kő tömbökbe? Na, én is leszállok, mert jó gyerek vagyok. Természetesen én nem tudok vele beszélni, úgyhogy még egy szintet följebb megyek. Ide állok középre, mert én megtehetem. Amúgy, nemes egyszerűséggel. Úgyis én vagyok a kiválasztott, úgyhogy én középre állhatok, meg van engedve. Na! Azta, ez az a hely. De mik ezek a csillogások? Tök furi. Remélhetőleg Bumblebee éhes, Beatrice. Itt az idő a lóhere rákcsálása. Mi van? Mivel a fénylovaglás egészen az éjszakába nyúlik, a hagyomány szerint megállunk ezen a tisztáson, hogy Jorviki lóherét gyűjtsünk a lovainknak. Segít nekik, hogy éberek maradjanak az előttük álló lovaglásra. Aha. Oké. Mennyit kell összeszedni? Lóhereszedés. Hetet? Akkor már csak hatot. Olyan édes, mint az emlékeidben, Starshine. Szóval én örülnék ennek a teóriának, és hát nem teóriának, hanem én tudnám értékelni ezt az ötletet. Egyél csak gönnöm édész, hosszú út áll előttünk. Nyihaha! A vöröseket szereted, akár csak Concord, alig tudod betelni velük. Ó, egyél még, még nőnöd kell. Na, ezek addig összemelegednek talán. Szóval tök jó lenne, bemennék egy helyszínre mondjuk, ahol ott van a Lizának a nyoma, tudjátok, ahogy így az alakja ráégett az egyik őre, mint oda mennénk, és akkor bejönnének ilyen emlékek. Milyen jó lenne már. Azt a találtam egy ötlevelű lóherét. Tuti el tudnám cserélni Idrisszel valami varázsbabra. Hé! Fincsi! Adite! Most fog mindjárt majd rinyálni. Adite, adtad négylevelű lóherét! Most azonnal! Na. Ez olyan, mint a macska ment a lovaknak. Ugye, Meteor? Meteor? Nyom, nyom. Meteor, csak egy falatot kellett volna enned. Siess és szedj egy kis lóherét, még mielőtt Meteor befalja az összeset a tisztáson Bumblebee előtt. Jó van már, szedem már. De nehéz, hogyha mindig dialógusokat dobáltok be, nem ér rá utána, mondjuk. Ó, most ennel kell beszélgetnem? Ennel. Még ott van valahol az én Concordom. Valószínűleg nyeregbe kéne pattannunk, és el kellene indulnunk az ösvényen, ha meg akarjuk találni Jorlangját. Készen állsz? Hát persze. Ahogy Herman mondta a bevezetőjében, a fénylovaglás során megpróbáljuk Éden legendás első lépéseit végigkövetni a szigeten. De az út igazi fénypontja az, amikor áthaladunk Éden moraján, amely egy törés a hegyben, ahol állítólag az istennő megszólítja az elveszett vándorokat. Azután pedig a méltók megtalálják. Bu-bu-bum! Jorlangját! Nyugi, Alex! Kicsit túltolod? Menjünk! Na. Na. Azt jól láttam? Akkor nem láttam jól úgy tűnik. Olyan volt, mintha poros lett volna a lábam alatt. Te hallottál valamit a legutóbbi fénylovaglás alatt, N? Nem tudom, mindjárt kiderül. Na? Semmi nem derül ki. Ú, de jól néz ki. Távcső szoros. Azt a... Távcső szoros? Ez mi? Na most nincsen semmi szöveg. Ilyenkor bezeg nincs, amikor el tudnám olvasni. Tök logikus. Ú, de jó, ott van fönt a ősi királyok útja. Semmit, még egy kis suttogás sem. És te, Linda? Erre kell menni? Más vele nem valószínű, hogy el tudunk menni, de mindegy. Lovaglás közben nem, de utána elég furcsa álmaim voltak. Lehet, hogy Éden így próbált meg hozzám szólni. Hát, furcsa álmaim nekem is vannak, de azt inkább nem részletezem. Veletek is van, amikor álmodtok és fölkeltek reggel, vagy éjszaka ilyen fölriadás szerűen, és nem tudjátok azt, hogy melyik évszázadban vagytok, mert velem már volt ilyen. Na most merre megyünk?
Neked mindig furcsa álmaid vannak, Linda. A nevetséges, hogy a sok őrültség után, amit Jorvikon látunk, az egyetlen olyan varázslatos élmény, amit Jorvikon mindenki ismer, csak egy vicc. Én láttam valamit. Na. Buláj. Amúgy azért azt muszáj elmondanom, hogy nagyon jól néz ki ez a hely. És gyönyörű. Azt mondtam, hogy a múltkor nem láttam semmit, de nem mondtam igazat. Láttam őt. Ó! Oh! Na most jönnek a vallomások. Komolyan. Remélem még nem lesz vége amúgy. És ez csak egy következő megálló. Ezt még úgy el tudnám nézegetni egy darabig. Na? Nyög már ki! Miért van ennyi hatásszünet? Hatásszünet. Édent? Na. Mindjárt azt mondja, nem! Ez annál sokkal több volt. Tuti valami ilyen szöveg lesz. Az anyámat. Na. Na, ha történt valami. Ó! Átmenjünk alatta, de jó. A híd. Vagy nem tudom mi ez. Olyan... nem igazán tudom megmagyarázni. Sajnálom, hogy ilyen sokáig elhallgattam előletek, de olyan személyes volt. El voltam veszve. Az istennő megmutatta az utat. Varázsgombák, de jó! Lesz mitől beszívnunk. Na, az istennő nyomában. Húha! Ó, jön a sejtelmes ének. Ez az, Éden Moraja. Maraja. Keri. A következő részt egyedül teljesítjük. Emlékszel, mit mondtam neked a lovaglás előtt? Az a törés a sziklában előttünk Éden Moraja. A hagyomány szerint a fénylovaglás zarándokainak egyedül kell átvágniuk a szurdokon. Vigyázz magadra, Beatrice, emlékezz, mit mondtam. Hallgasd a visszhangot. Jaj, nekem végig kell mennem. Vigyázz a kalapomra, Tinkennel bemegyünk. Juhú! Oké. Hú, de hülyén lépked. Hú, jön a creepy zene. Gondolom, én vagyok a következő. Nem félek attól, ami itt vár rám, amíg te is velem vagy, Starshine. Menjetek! Isten áldjon titeket, én meg visszafordulok, hazamegyek! Maradj velem, Concord! Ezt nélküled nem csinálom végig. Na. Concordra kíváncsi leszek amúgy. Neked kéne menned legközelebb, Beatrice. Szorosan mögötted és Bumblebee mögött jövök majd. Csak óvatosan. Ó, szuper. Félek, gyerekek. Félek, hogy mi fogon itten történni. Amúgy nagyon jól néz ki ez a hely, úgyhogy én kapok az alkalmon és csinálok egy-két selfit. Bár ha jól tudom, akkor ide vissza lehet majd még jönni. Remélem legalábbis. Azt, amik vannak itt. Oppa! Dig bezárult! Segítség! Segítség! Bezárult! Félek! Azt a rohadt! Jézus ereje! Úristen! Átment a vizsgán. Beatrice mind a négy rúnakövet aktiválta. Jaj, az emlékképek! Jönnek az emlékek! Az erejét kordában kell tartanunk. Mindenképp előtérbe kell helyeznünk a kiképzését. Na most mi lesz? Ki lesz a következő? Avalon? Vagy Justin? Mr. Sands, nem sokára elérkezik az idő arra, hogy sorsoddal találkozz. Félek. Mi jön még? A jelenléte sokkal erősebb, mint az bármikor is elképzelhetőnek tartottam volna. Lehetséges, hogy... hogy mi? Mi lehetséges? Mondd már ki! Én vagyok a mester. Én vagyok Uri Geller utódja, na mondjad. Igazad van ezzel kapcsolatban, Elizabeth, tényleg különlegesnek tűnik. Az a lány, ő az ok, amiért az édenőrzői csoport megalakult. Készen lesz a megpróbáltatásokra, Beatrice? Emlékezz, mi történt legutóbb. Catherine! Ki ez, Elizabeth? Vagy Catherine? Szervusz, Beatrice! Te ki vagy? Te hogy az Isten? Te lennél az a lány? Megkérdez, te lennél az a lány? Jobb szeretem, ha Catherine-nek szólítanak. Ki az a lány? Az istennő reinkarnációja, illetve vannak, akik így hiszik. Most megkérdezem, én lennék az a lány?
Két lélek egyként egyesül. Az a szeretet tesz téged erőssé. Ne hajt, hogy ez legyen a veszted. A vesztem. Utat kell nekik mutatnod. Hogyan tehetném azt meg? Ne talán jobban beszélj. Hogyan tehetném azt meg? Magadba hordozod az erőt, de nem vagy egyedül. Keresd meg, és tudni fogod az igazságot. Az igazság. Várjál ma! De csak buksi, várjál ma! Ha nehogy ma! Ennyi? It's creepy. Közben Linda is megjött. Nagyon jó. Éj, varázsócsak! Beatrice, hogyan kerültél mögém? Ez lehetetlen. Na, hát nem lehetetlen. Ez egy beszívott univerzum. Mi történt ott? Minden rendben? Szeretnél beszélni arról, mi történt veled a szurdokban? Mit láttál? Egy fiatal nőt, azt mondja, Catherine-nek hívják. Magamat, de mégsem én voltam. Értem, biztos ő az, akiről Elizabeth és Evergrey beszéltek Anne megmentése előtt. Mit akart elmondani neked? A sorsomról beszélt a lányokban. Sors, mi? Az világos, hogy Fripp és Elizabeth úgy vélték, különleges szereped van. Bárcsak itt lennének, hogy elmondják nekünk, mi volt az. Mondott még valami mást? Bármit, amiért tehetnénk is? Azt mondta, hogy találjon meg. Találd meg! Volt egy elméletem arról, kire utalhatott Catherine, de őt megtalálni elég nehéz lesz. Köszönöm, hogy megosztottad ezt velem. Lovagoljunk előre, és csatlakozunk a többiekhez a táborhelyen. Te jó Isten! Oké, menjünk. Menjünk ebből a beszívott világból elfele innen. Gondolom, most nekik is majd még el kell regélnünk, hogy mi történt. Ez tök creepy. Mi a szar? Ó, megint a tábortűz. Aranylevél magaslat. Úristen. Ó, oda rakom a izé közé. Kettődök közé. Na, így. Itt nagyon jó helyen lesz, és miért nincsen nyerge? Tinkenen nincs nyereg, mi történt? Ez furi. Na mindegy. Na, beszéljünk Lizával. Sokáig távol voltatok ketten, már kezdtünk aggódni. Menj és ülj le a tűz mellett. Csicska, hopp! Mi ez a hang? Tavaly a lovaglás után túlságosan is féltem, hogy megnyíljak és beszéljek azokról a dolgokról, amiket láttam. De azóta sok kalandunk során, azelőtt és azóta is, hogy Beatrice-ről Yorvikra érkezett, igazi testvériségé váltunk. Nincs helye a titkoknak ebben a körben. Sokat gondolkoztam arról, mi a következő lépés. Nekem, nekünk. Megvárjuk, hogy Édenőrzői új vezetőt találjanak, hogy megmondja nekünk, mit tegyünk. Nem, mintha Elizabeth vezetése alatt csak azt tettük volna, amit mondtak nekünk. A szabályok és a léleklovasok olyanok, akár a lovak és a kézigránátok nem illenek össze. Elismételheted, a kezdetektől a szívünket követtük. És nézd, hova vezetett minket. Körnek neveztél minket. Nos, minél gyorsabban pörög ez a kör, annál inkább úgy érzem, hogy a szélrózsa minden irányába dob minket szét. Éden ajándéka. Hm? Viszontagságaink során léleklovasokként mi az egy dolog, ami soha nem inog meg? A kötelékünk a léleklovainkkal. Az a kötelék elszakíthatatlan, még a halálban is. A léleklovasság több, mintha csak a lovas hősök lennénk. Ahogy Herman mondta, két lélek egyként dolgozik. Együtt meg tudjuk oldani bármit is hozzon a sors utunkba, ha bízunk egymásba és ebben a kötelékben. Én őszintén hiszek ebben. De mi a helyzet az Édenőrzőivel? Még mindig szükségünk van a segítségükre, és valakinek előre kell lépnie, hogy átvegye Elizabeth helyét. Egyértelmű, ki lenne a természetes választás. Az! Te, Alex! A szívedet is beleadtad a druidák segítségébe. Egyértelmű, hogy Elizabeth erre készített fel. De Anne, a vezetőnek a napkörhöz kell tartoznia. Kizárt, az is elég baj, hogy a szüleim azt akarják, én vegyem át a családi vállalkozást. Még Yorvik összes lováért sem vállalnám el Elizabeth munkáját. Elég sok ezt így feldolgozni. Muszáj gondolkodnom rajta. Most csak arra kell rájönnünk, mi Beatrice szerepe ebben az egészben. Gondolom az istennő arra nem világított rá. Ájj! Mi volt ez? Mi az istened? Ma megint valami idióta, horror jelenet lesz? Nem tudok beszélni, de... Úgy hangzott, mintha valaki sikított volna. Lehet, hogy valaki megsérült, ki kell derítenünk. Hát persze! És én? Hát hogyne? Úgyis nekem kell megcsinálni, mondjuk, tehát ebben biztos vagyok. Bekapcsolt a sejtelmes zene. Már hallom a sejtelmes zenét. Na, hova kell menni? Követjük Ent, akkor talán meg lesz. Ja, hogy oda kell menni.
Na, mi történt? A sikkoly. Elszökött a ló, fogadjunk. Na? Na? Petúnia az bajban van. Az gyönyörű elesés volt. Éppen befejeztük a fénylovaglást, amikor valami megijesztette Roseby Woofot. Petúnia hatalmasat esett. Éh, Léci, mondd azt, hogy minden ok is vele. Ugye tudsz neki segíteni? Én tudok első segélyt nyújtani. Petúnia jó kezekben van. Adjunk nekik egy kis levegőt, Lili. Lelovagolok veled, meg szendvics van. Slarty Bart Fasztal az ösvénye. Mik ezek a nevek? Ami azt illeti a neve Hran... Naxavom Svannenteich. Jézusom. És most... Na, megfullok már. Az az első segély, hát én nem ugyanezt tanultam. Igen, ez egy kicsit másképp működik. Éden! Meghaltam! Minden rendben lesz veled. Hol van Roseby Woof? Nagyon aggódom miatta. Petúnia lova nem mehetett túl messzire. Esetleg te meg tudnád keresni Beatrice? Hát, persze. Te jó Isten, végig kell mennem? Teljesen? Ha jó van. Akkor végig megyünk. Hát tök jó lenne egyébként játék közben is bevillannának ilyen egyéb képek. Tud, lehet, hogy ijesztő lenne amúgy, de ettől függetlenül egyébként én örülnék neki, hogyha néha ilyen rémképekkel terrorizálnának minket, mit tudom én, Darko, meg Mr. Sands, meg ilyenek, hogy bevillan, és akkor még találkozunk, meg ne hidd, hogy elintéztél, meg ilyenek. Tökre örülnék neki. Jó, ebből most valószínűleg beakadok. Hol van ez a dög? Most mi van? A baleset. Aha! Szóval összekött meg. Jasper! Hát szia Jasper! Mi a helyzet? Széttapossa a tökjeidet ám. Csak úgy szólok. Egy lót rappol a tök földemen. Ma van a fénylovaglás, nem? De minden évben itt sörtettek föl le a dombokra, ti kölkök. Hozd ki azt a lovat a tökföldemről, a kutya fáját, mielőtt ide hívom a járőröket, és velük ütetem el. Jó van ma, a paralíza. Na gyere, te dög! Mi van? Hát ez kicselezett! Ez megevett reggelire. Na! Rendben vagyok, elájultam, de amikor magamhoz tértem, Liza ott volt. De hol van? Roseby Woof! Köszönöm, Beatrice, köszönöm. Na, ez elég izgi volt. Örülök, hogy mindannyian a barátaim vagytok. Újra lovagolnunk kellene, nem kell várnunk egy évet a következő fénylovaglásig. Vissza kéne vinnem Ganymédészt a Jorvik lovardába. Te is jössz, Concord? Szeretnél velünk lovagolni, Alex? Velem meg apukámmal maradhatsz. Nem, inkább Tinkernel lennék egyedül. Sok mindenről kell gondolkoznom. Beatrice, Linda? Mi rendben leszünk, van valami, amit el kell előbb intéznünk. Majd találkozunk. Még mit találtok ki? Újabb eseménydús fénylovaglást zárunk, bár van egy olyan érzésem, hogy a te kalandjaid még csak most kezdődnek. Emlékszel, említettem, hogy van egy elméletem Catherine-ről? Ez a tökéletes idő arra, hogy kivizsgáljuk, már ha nem sietsz. Csak feltételeztem, hogy az Éden által rád bízott misztikus rejtélyek megoldása magasan áll a teendőid listáján. Amikor a Morland család Mr. Sands-hez fűződő kapcsolatait vizsgáltam, valami érdekességre bukkantam. Justin édesanyja. Én sokkal előtte járok a neve. Mi volt az, mondd meg? Catherine Holbrook. Én meg Nightbrook vagyok! Mi van, ha Catherine, aki Elizabeth-tel meg Evergrey-jel cimborát, ugyanaz, aki a látomásodban megszólított? Mi van, ha Catherine... Én erre tippelnék, Justin anyukájának közel van a druidákhoz. Ez engem is meglep, vajon még mit rejteget előlünk Elizabeth meg Prick? Egy igazi Linda Chanda féle nyomozásra van szükség, szuper detektív csapat lehetnénk. Mint Sherlock Holmes és Watson, mint Benedict Cumberbatch és Lucy Liu, mint Scooby-Doo és Nancy Drew. Jó van, Sherlock. Készen állok, először is Jasperre kellene beszélnünk. Ha a lányának valami köze volt az édenőzőihez, akkor ő biztos tud valamit. Oké. Okay. Catherine? A lányomról akartok beszélni? Miért érdekel téged az én Catherine-em? Azt hiszem, egy látomásomban megjelent nekem a fénylovaglás során. Az emberek olyan kedves dolgokat mondanak róla, csak kíváncsi vagyok. Nem. Baromság, nem fogom a fájdalmas emlékeimet felhánytorgatni, hogy ezt a sületlenséget tápláljam. Elég kegyetlen tréfa ez.
Kérem, Mr. Holbrook, biztosíthatom, hogy ez nem tréfa, csak szálljon ránk egy percet az idejéből, utána már megyünk is. Rendben, mit akarsz tudni róla? A lánya az ellenőrzői tagja volt? Na, ezt megkérdezem. Az én házamban nem beszélünk róluk, szerintem ideje távoznotok. Mr. Holbrook, várjon! Világos, hogy ez egy elég nehéz téma, úgyhogy egyből a tárgyra térünk. Minden okunk megvan rá, hogy úgy higgyük, a lányának különleges adottságai voltak, és azok miatt, az adottságok miatt valami szörnyűség történt. Lehet, hogy Beatrice ugyanazokkal az adottságokkal rendelkezik. Tudnia kell, hogy mi történt Catherine-nek, hogy megelőzhessen egy másik tragédiát. Kérem, ha bármit is tud, segítene nekünk? Beatrice élete függhet tőle, te jó Isten! Igaz ez? Te is olyan vagy, mint ő, mint az én Catherine-em? Igen. Nem tudok túl sokat, de igen, különleges lány volt. Adottságokkal, ahogy ti mondjátok. Az én Catherine-em mindig is jobban érezte magát lovakkal, mint emberekkel. Különösen az egyik lovával. Moonfire, vagy mi volt a neve. Az az én lovam! Aztán egyik nap, amikor veletek egy idős lehetett, egy furcsa csapat állított be. Druidák. Biztosan láttátok már a fajtájukat Jorvikban. A régi édenmítoszok igazi hívői. Nem nagyon érdekeltek ezek az édenőrzői, de amikor először lovagolni kezdett velük, az én kicsi lányom úgy kivirágzott akár egy tök októberben. Boldogabb volt, mint valaha. De csak egy darabig. Hogy mi változott meg, nem tudnám megmondani. A lányom titokban tartotta életének azt a részét, de tönkretették. Azok miatt, a druidák miatt elvesztettem a kicsi lányomat. Aztán, amikor végre megszabadult tőlük, akkor Tomásszal telepedett le. Soha nem mondta el, mi történt, legalábbis nem nekem. Vagyis ez nem teljesen igaz. Naplót vezetett, minden nap írt abba a könyvbe, természetesen soha nem hagyta, hogy elolvassam. És azután soha nem volt elég bátorságom, hogy kinyissam. A naplója valószínűleg még mindig a régi csűrben van Morlandben. Ha valahol megtaláljátok az igazságot, az abban a könyvben lesz. Ha a történet segít megelőzni, hogy Beatrice is tönkre menjen, mint az én lányom, akkor szeretném a tiétek lenne. Nos, ha nem bánjátok, most pedig szeretnék kicsit egyedül maradni. Szép napot mindkettőtöknek. Úgy tűnik, a feltételezésünk helyes. Catherine Holbrook az a lány, akit meg kell találnunk. Sajnálom szegény Jaspert, fájdalmas emlékeket hozott felszínre az, hogy a lányáról beszélt. Talán a nyomozásunkkal segíthetünk neki is lezárni a dolgokat, már régóta szüksége lenne rá. Szóval a következő lépés világos, meg kell találnunk Catherine naplóját. Emlékszel, hol van Jasper régi csűrje a Morlandi stálónál? Meteorral ott találkozunk veled. De kérlek, most még ne beszélj Justinnal. Azok után, amin keresztül ment, először Mr. Sands-el, majd a druidákkal. Nem hiszem, hogy bölcs dolog lenne belerángatni ebbe a rejtélybe, ami nincsenek válaszaink. Oké. Akkor menjünk el Morlandbe is. Ez elég hosszú feladat egyébként, azt veszem észre. De nem bánom. Jó ez így, jó ez. Na. Érdekesek egyébként ezek a dolgok, mert minél több főtörténetes feladatot csinálunk, én annál jobban belezavarodok. Ugye volt egy alaptörténetünk, ugye Starshine, a Starshine Legacy-ból, és ugye ez most teljesen független. Most nem arról beszélek, hogy szorosan kell követniük ezt a dolgot, csak egyszerűen arról van szó. Jaj, ne! Justin az! Oh, hello! Örülök, hogy látlak. Mit csinálsz nagyapa régi csűrjében? Semmit, egyáltalán semmit, csak megnézem, mi újság a kis Frodo-val. Megtudtam valamit. Nem. A kis Frodo-val. Oh, igen, a Halflingi csikó. Nagyon is egészséges és vidám kis fickó. Mióta átéltem mindazt annál az öreg fánál délpatán, sokkal tisztábban látok bizonyos dolgokat, amikor a lovakról van szó. Frodo egy különleges ló, nem? Egy Starbreed. Mindegy, és vissza kéne mennem az istállóba. Azt hiszem, Majának segítségre van szüksége a szénapadlás feltöltésében. Hello, Beatrice! Ugye nem mondtál egy szót sem Justinnek a nyomozásunkról? Nem? Jó. Ez a mágába se volt. Most pedig keressük meg azt a naplót. Jasper nem említette, hogy a csűrön belül hol hagyta a naplót. Mi lenne, ha te bent kezdenél el kutatni? De nyilvánvalóan én leszek az, aki bemegy. De nem számít. Na! Keressünk. Amúgy szerintem az is ott lesz valahol, ott a szemétkupac. Ó, jaj, ez nem jó. A lapok penészesek is rohadtak. Alig tudok lapozni anélkül, hogy szétesne a könyv, és az írás teljesen olvashatatlan. Hogyan is hagyhatta egy beázott csűrben 20 évig? Most komolyan, egyes embereknek fogalmuk sincs arról, hogyan kell régi könyveket tárolni. Most mit fogunk csinálni? Most ki kell mennem? Bum. Na. Megtaláltad a naplót?
Az világos, hogy ma nem fogjuk Catherine rejtélyét megoldani. A napló nem árulja el titkait ilyen könnyen, de lehet, hogy van rá esély. Ja, itt lesz vége a történetnek. Nem bánod, ha kölcsön veszem a naplót egy kicsit? Aludnék egyet a problémára. Tudod, hogy a legjobb ötleteim álmomban támadnak. Közben kérlek, ne beszélj Justinnal vagy a többiekkel, még többet nem, meg nem tudunk. És nyugodtan ugorj be hozzám Jarlaheimben, amikor csak akarsz. Hamarosan kereslek. Hú! És most? Ennyi. Úristen, gyerekek. Hát! Igen. Valami ilyesmiről is egyszer szó kellett, hogy essen. Elég érdekes, de... De azért ez fáj. Hogy nem minket neveztek ki Elizabeth helyére. Amúgy ez furcsa, mert hogy erről is szó volt. Úgyhogy... Na mindegy, majd ezt még meglátjuk, de szerintem mi leszünk Elizabeth helyettesítői. Ezzel gyorsan kijegyzem a lovamat. Hogyha már eddig eljutottam vele, legalább ez legyen meg. És igazából azzal kapcsolatban, amit mondtam, hogy tök jó lenne, hogyha bevillannának ilyen képek néha. Szerintem az tök jó lenne. Jó, nem azt mondom, hogy mindenkinek, mert gondolom azért annyira nem... A fiatalabb játékosoknak nem biztos, hogy annyira tetszene, de... Lehetne olyan funkciót csinálni, hogy aki akarja, az bent hagyja. Az is ilyen felületes cuszba lenne, és akkor, hogyha akarjuk, akkor bekapcsoljuk, ha nem akarjuk, akkor nem. Ez a... Volt egy olyan ötletünk is, a végében mondta egyik drága tagunk, hogy milyen jó lenne, hogyha Vágtázó Thomson életét is végignézhetnénk, ahogy levágják a fejét, meg ilyenek. Mondjuk az szerintem egy kicsit már korhatáros lenne, de valami hasonló sztorit lehetne egyébként szerintem. Tehát, hogy nekünk kéne rájönnünk, és akkor legalább valami ilyen kis nyomozós témát is csinálhatnánk. Az is egyébként tök jó lenne szerintem. Bár reménykedtem, hogy csinálok valami órás feladatot, vagy ilyesmit. Már csak azért is, mert akkor azért valamennyivel több mindent megtudunk, de hát úgy tűnik, hogy még nem tartunk annál a résznél. Ez az, 15-ös lett a lovam is, úgyhogy már megérte ez a mai frissítés, mert a lovamhoz is kaptam XP-t, úgyhogy mára én el is köszönök tőletek, ennyit szerettem volna nektek bemutatni, remélem, hogy tetszett, és hát írjátok meg a véleményeteket, és teóriákat is lehet, vagy hasonló ötleteket, mint amiket én mondtam. Ha van bármilyen ötletetek, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, lehet, hogy később majd össze is vágok majd belőle valamit, hogyha összegyűlik annyi anyag. Ezt még egyelőre nem tudom, de majd meglátjuk. Viszont most köszönöm, hogy velem tartottatok, és legközelebb majd jelentkezem új videókkal. Sziasztok!